Köszöntöm a nézőket, ez itt az Ötkarika, a Pannon Televízió sportműsora, amelyben a riói nyári olimpia aktuális eseményeivel foglalkozunk. Műsorunkat minden nap délután 5 órakor láthatják a Pannon Televízió képernyőjén, de nem csak itt, hanem a Facebookon is tudnak minket követni, az Ötkarika Facebook profilján, amit érdemes követni és lájkolni. Valamint aki szeretne részt venni nyereményjátékunkban, az a mai kérdésünkre is a helyes választ ide Facebookon küldje el üzenet formájában. Most pedig akkor nézzük meg, hogy mit is lehet nálunk nyerni, és hogy mi a mai kérdésünk. A riói nyári olimpia alatt nézze az ötkarikát és nyerjen minden nap bögrét, sapkát, vagy vigye haza heti nyereményeinket az Európetrol töltőállomás 31 liter üzemanyag vásárlására szóló utalványát. Mai kérdésünk így szól. Milyen sportágban versenyez Szerbia egyik éremesélyes olimpikonja Ivana Španović? A. Rúdugrás. B. Táborugrás. A helyes válaszokat az ötkarika Facebook profilján üzenetek formájában várjuk. Mai kérdésem, nem hiszem, hogy túl nehéz. Aki kicsit is követi az olimpiát, biztosan tudja, hogy Ivana Španović milyen sportágban mutatkozik be ma este a riói olimpián. Most pedig köszöntöm a stúdióban Tóth Tibor sportújságírót és Nagy Varja Sárpádot testnevelő tanárt. Szervusztok! Hát akkor kezdjük rögtön a jó hírekkel. Magyarországnak megvan a 6. aranyérme. Kozák Danuta és Szabó Gabriella kajak 2-500 méteren nyertek. Hajszárnyival, Tibi, hogyan látod ezt a futamot? Igen, ők már esélyesnek számítottak ugye a futam előtt is, habár a második helyzet német egység védte a Londonban, megnyerte az olimpiát, ők voltak a címvédők. Hát a lányok a végre azért kicsit ugye elfáradtak, lehetett is látni, amikor a partra szálltak, hogy hát nagyon elég jól pihegtek. Sikerült, ha jól tudom, 5 századdal megnyerni a futamot. Lehet, hogy kicsikét tovább tart, van még 1-2 méter, akkor más a leosztás, de hát eddig tartott a futam is, hát lányok jól beosztották az erőket, és sikerült nekik szoros csatában, de megvédeni, illetve megnyerni az olimpiai bajnoki aranyat. Árpi, ugye azt is tudni kell, hogy betegséggel küzdött a magyar hajóban Kozák Danuta, volt egy kis gyomorrontása. Ez mennyiben hátráltatta ezt a magyar csapatot, vagy sikerült-e most ezt kipihenni, ugye a tegnapi előfutamról van szó, és ahogy láthattuk, ha kicsit hosszabb lett volna a futam, de hát 500 méter volt, lényeg, hogy elsőként értek be, majdnem fotofinis volt. Szerinted ez mekkora hátrányt jelentett? Hát azért biztos, hogy oda tette a bélyegzőt ez a betegség. A kajakkén orvos csapata éjjel-nappal dolgozott azon, hogy sikerüljön őt fölkészíteni, tehát visszahozni a formába. Ugye azt is hallhattuk, hogy infúziót is kapott. Így van, igen, tehát ha jól hallottam, valamilyen vírusos fertőzés érte őt, tehát biztos, hogy oda tette, de gondolom azt, hogy most ugye, hogyha nem lett volna ez a betegség, lehet, hogy picikét nagyobb arányjal nyerik meg a verseny, de attól függetlenül ugye lényeg, hogy ők nyertek. Úgyhogy hát ugye valószínűleg egy betegség az mindig oda teszi, tehát mindig izgalmat hoz, tehát nem tudja, hogy fog reagálni. Igen, ott a lényeg, gratulálhatunk a magyar lányoknak, szaporodott az érem táblázaton, amit meg is tudunk mutatni. Ugyan a magyarok nincsenek benne a top 5-ben, de ettől függetlenül 13 érmet szereztek már, ebből 6 aranyat, 3 ezüstöt és 4 bronzot, amit láthatjuk az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Kína, Oroszország, Németország az első 5-ben, de magyarok is nagyon jól teljesítenek, az egyik legjobb európai ország, és hát lehet, hogy Szerbiának is meg lesz nem sokára az első érme, ugyanis a szabadkai birkózó Davor Stefanek éppen ezekben a percekben is birkózik, nem sokára 17:30-kor a döntőbe jutásért fog küzdeni. Hogyan láttátok az összecsapását? Tibi, hogyan értékeled, mekkora teljesítmény, ezt tudjuk, hogy 3 birkózó jutott ki Szerbiából az olimpiára? Hatalmas teljesítmény Davor Stefanektől, ugye, hogy idáig is eljutott, habár ő azt mondta az olimpia előtt, hogy az arany nélkül nem is akar hazajönni, tehát neki az arany az kitűzett cél. Tudjuk róla, tavaly a világbajnokságon 3. lett, előtte levében megnyerte a VB-t, pont azt a német, attól a némettől kapott ki tavaly az elődöntőbe, akit most az előbb ugye legyőzött. Az első fordulóban egy japán versenyzőt győzött le, hát láttuk, hogy technikai tus volt, jó megpörgette a japánt, és hát a japánok ellen mindig nehéz birkozni, mert gyorsak, fürgék, kihasználják az ellenfél hibáit. Majd a németelmi meccset sajnos most nem láttam, de elég meggyőző, azt hiszem 6-2-es győzelmet aratott Davor, ami nagyon jó. Most pedig ugye a grúz Bolikvadze vagy Bolkvadze a következő ellenfél. A Budban már többször találkoztak, ha én jól emlékszem, a mérkőzések nagy része Davor sikerével zárult, úgyhogy én szerintem most is várhatjuk. Ha már ott van a négybe, úgy érzem, hogy van benne annyi technikai erő, nyers erő, és van benne egy kis csibészség is a Davorba, ami kell a birkozóknak, hogy... Igen, láthattuk az első összecsapáson, az első mérkőzésen a japán ellen rögtön kicsit az ujjakra ment, megmutatta, hogy ki itt a főnök. Igen, ez tekintélyparancsol volt egy kicsit, hogy tudod, hogy mi vár rád, itt én
vagyok a főnök, csak is én nyerhetek, és én úgy gondolom, hogy a grúz ellen nem lesz könnyű, mert a grúzok elég tisztátalanul birkoznak, tehát csípnek, ütnek, harapnak, tehát nagyon nehéz lesz, karmolnak, de azt hiszem, hogy Davor hamar a négybe jutott, akkor most már itt nem fog megállni. Ugye most is tart két sportesemény, Magyarország Montenegróval játszik vízilabdát, úgy tudjuk, hogy nem sokára véget ér a mérkőzés, egy góllal vezettek a montenegróiak Magyarország ellen, bízunk benne, sikerül a fiúknak kiegyenlíteni, vagy esetleg fordítani. Árpi, hogyan láttad az első három negyedet? Hát egy nagyon kemény mérkőzésről van szó, tehát ugye itt a magyaroknak, tehát nem vagyok benne biztos, hogy Montenegróval föl tudják venni a fizikai versenyt, montenegróiak fizikailag szerintem erősebbek, ám de magyarok úgy vélem, hogy technikásabbak, tehát precízebbek. Most, hogyha ezt tudja Magyarország érve, és a magyar válogatott tudja ezt érvényesíteni, akkor igen, meg tudja szorongatni Montenegrót, sőt megismerheti. Ám de ahogy az imént említettem, hogyha fizikai csatába mennek bele, akkor nagyon nehéz lesz nekik. Most az elemzést azt még folytatni fogjuk, de előtte nézzük meg még egyszer a napi kérdést, aki esetleg a műsorunk elején lemaradt volna erről a kérdésről. Nos, ez így szól, milyen sportágban versenyez Szerbia egyik éremesélyes olimpikonja Ivana Spanović, A. rudugrás, vagy pedig B. távolugrás. A szerbiai sportoló este lép majd pályára Rióban, és hát bizonyítható, őtőle is érmet várunk. Nos, aki tudja a helyes választ, az az Ötkarika Facebook profiljára üzenet formájában küldje el a helyes választ. És akkor folytassuk most sporttal, jöjjünk ki kicsit a medencéből. A szerbiai kosárlabdázó hölgyek Ausztráliával játszanak szintén nagyon szoros mérkőzést. Ez az összecsapás is perceken belül véget érhet, a műsorunk végén beszámolunk róla, hogy hogyan is végződött. Tibi, hogyan láttad ezt az összecsapást? Nagyon szoros a mérkőzés, ugye egy csoport első és egy csoport negyedikén továbbító csapatról van szó. Előzetesen arra lehetett számítani, hogy az ausztrálok, mivel az Egyesült Államok után talán a második legerősebb csapat, nagyobb fölénnyel nyer majd, vagyis vezet majd Szerbia ellen. Lányok nagyon jól tartják magukat, semlegesítik az ausztrálok két méterről nem nagyon magas centerét, és én úgy gondolom, hogy ha a hajrára is tartani tudják ezt a 2-3 pontos hátrányt, ami jelen pillanatban, amikor ugye bejöttünk a stúdió megvolt, akkor úgy gondolom, hogy a hajrában lehet, hogy a szerb lányok meg tudják ezt a meccset fordítani. Szép teljesítmény tőlük már az, hogy bejutottak a negyed döntőbe. Itt tényleg egy favorit ellen játszanak, tehát az esélytelenek nyugalmával tudnak játszani, de egy hatalmas lehetőség van azért az Európa-bajnok szerb csapat kezébe. Reméljük, hogy kihasználják. Most tehát tart az Ausztrália-Szerbia női kosárlabda mérkőzés, és közben most kaptam az információt, hogy a magyar vízilabda válogatottnak sikerült kiegyenlíteni Montenegró ellen. De mielőtt ez a mérkőzés véget ér, most nézzük meg egy bejátszást arról, hogy mi is történt tegnap. A magyar női vízilabda válogatott óriási küzdelemben 4 gólos hátrányból fordítva 8-8-as döntetlent követően végül 5 méteresekkel megnyerte az Ausztrália elleni olimpiai negyed döntőt. Az elődöntőben az Egyesült Államokkal játszanak a magyar hölgyek. A női nyíltvízi úszók 10 kilométeres számában a címvédő magyar Risztovéva sokáig az élmezőnyben volt, ám az utolsó körben visszacsúszott. Risztovéva végül a 13. helyen végzett. Olasz Anna táv közepénél a negyedik pozícióban haladt, ám az utolsó körre elfáradt, így végül a 14. lett. Lőrinc Viktor 3-0-ra legyőzte az örmény Maxim Manukyant, technikai tussal kiejtette az indiai Katri Ravindert, majd nagyot küzdve nyerte az üzbék Rustam Asakalov ellen. Így bejutott az elődöntőbe a férfi kötött fogású birkózók 85 kg-os súlycsoportjába a riói olimpián. Ott azonban a későbbi bajnok orosz David Csakvetáce jobbnak bizonyult, így a magyar versenyző a bronzért birkózhatott, de utolsó ponttal a német Denis Kudlától is kikapott. Bai Balázs 110 méter gáton a szakadó esőben a második helyen ért célba. A magyar atléta így tovább jutott az elődöntőbe. A szerb sportolók közül a kajakosok és az atlétikai számokban érdekeltek szerepeltek a hétfői versenynapon. A kajakos lányok Nikolina Moldován és Milica Starovic 500 méteren nem jutottak az A döntőbe, és Olivera Moldovánnak kajak egyesben sem sikerült kiharcolni a döntőbe jutást kajak egyesben. Az atlétikai számok valamivel éjfél után kezdődtek. A szerb diszkoszvető Dragana Tomášević nem szerepelt túl fényesen, a 11. helyen végzett. Milan Ristić gátfutó azonban először bejutott az elődöntőbe, majd egy bírói döntés alapján megismételt futamot követően mégis kiesett. A szerb olimpiai csapatnak a 10. nap után sem sikerült érmet szereznie.
Tegnap tehát felemás napot zártak a magyar és a szerb sportolók a riói olimpián, a tévénézőknek pedig megköszönöm, hogy játszottak velünk, a műsor végén az is kiderül, hogy ki nyert. Most pedig rögtön egy friss hírrel kezdjük, ami jó hír, megvan az első szerbiai érem, ugyanis Davor Stefanek bejutott a döntőbe, kicsit korábban birkozott, mint ahogy azt bejelentették eredetileg a rendezők, úgyhogy megvan az első érem, hogy ez is lesz vagy arany, az ma este 10 óra környékén fog kiderülni. Gratulálunk Davor Stefaneknek, a szabadkai Spartacus birkózó klub versenyzőjének, és akkor térjünk rögtön vissza a birkózásra. Tibi, ugye korábban, két nappal ezelőtti műsorban itt volt Davornak a nagybátyja, Stoyan Stefan, aki szintén birkózó volt, és most birkózó edző, azt mondta, hogy ha Davor döntőbe jut, aranyat fog hozni. Szerinted ez mennyire valószínű most így? Igaza van neki. Nagyon jól kell, hogy ismerje, valószínűleg is úgy gondolom, hogy ha már Davor bejutott a döntőbe, akkor most már ott nincs megállás. Nem tudjuk, ugye, hogy ki lesz az ellenfele, nem tudjuk, hogy végződött a másik elődöntő, de legyen bárki, én szerintem most már ő akkora önbizalmat kapott, és olyan jó erőben van, hogy le fogja birkózni az ellenfelét. És akkor ismét folytassuk egy aktuális eredménnyel. Véget ért a Magyarország Montenegró vízilabda mérkőzés a férfiak mezőnyében, ami nem jelenti azt, hogy kész a mérkőzés, ugyanis 8-8, tehát nem tudták eldönteni a rendes játékidőben a mérkőzést. Nem sokára beszámolunk róla, hogy mi is lesz ennek az eredményének az összecsapásnak, de most nézzük a hölgyeket, akik tegnap este Ausztrália ellen 4 gólos hátrányból tudtak egyenlíteni, és ötösökkel nyertek, lehet, hogy ez most a fiúknak is sikerül. Árpi, hogyan láttad azt a tegnapi mérkőzést? Hú, hát ez az elejében, tehát eléggé kicsikét a magyar lányok nem találtak magukra, tehát nem is tudták, hogy akkor hogyan is, mit is kezdjenek vele az ausztrál válogatottal. De ugye azért a harmadik, negyedik, negyed elég szépen összeszedték magukat, és sikerült ugye hát ugye mindjárt a büntetőket, tehát az 5 métereseket kiharcolni. Ott úgy éreztem, hogy ottük mentálisan sokkal erősebbek voltak, mint az ausztrálok. Igaz, egy büntető múlt az egész, de valahogy jobban csapatnak éreztem a magyar válogatottat, ami én szerintem ez már szinte biztos, hogy érem. Tehát ezután, ami önbizalmat kaptak, én szerintem itt ez akár arany is lehet. Így van, drukkolunk nekik, akkor maradjunk még a vízesportoknál, maradjunk a medencében. Ugye a szerbeknek is nagyon jó vízilabda csapatuk van a férfiak mezőnyében, ugyancsak negyedik helyen tudtak továbbjutni a csoportból, azonban a másik csoportban hatalmas taktika folyt, hogy hogyan tudják elkerülni az ellenfelek Szerbia. Tibi, szerinted ez mennyire volt jogos ez a félelem? Persze, a szerb vízilabdának megvan a tekintélye, függetlenül attól, hogy nem éppen a legjobban rajt voltak itt Rióban. Ugye mondhatjuk azt, hogy a horvátok szinte szándékosan biztos, hogy azért kaptak ugye Franciaországtól, láthatták a meccset, akár csak az olaszok az Egyesült Államoknak. Hát a spanyolok is át szerették volna adni, de ők játszották a legelső meccset délelőtt, tehát ők még nem tudták, hogy a többi meccs hogy alakul, és ők egy X-et játszottak Montenegróval. Később kiderült, hogy nekik nem sikerült azt, hogy a szerbeket elkerüljék, tehát valakinek csoporttársak is kellett lenni, ezek a spanyolok lettek. Úgy gondolom, hogy Szerbia a lehető legmegfelelőbb ellenfelet kapta, spanyolok ellen nagyon kedvező mérleg. EB-ken, VB-ken általában 3-4 gólra szokott nyerni a szerb válogatott, úgyhogy azt hiszem, most sem lesz probléma. Nos, és akkor ez a mérkőzés is nagyon aktuális, ugyanis rögtön műsorunk vége után szállnak medencébe a szerb fiúk 5 óra 20 perckor Spanyolország ellen. Árpi, hogyan látod az esélyeket? Ez a spanyol csapat elég jól játszott a másik csoportban, a szerbeknek pedig veresége is volt Brazília ellen. Két döntetlen előzte meg ezt a vereséget, de utána két győzelem. Hát igen, tehát hogyha úgy nézzük, mondjuk, hogyha megnézzük a londoni olimpiát, tehát londoni olimpián a szerb válogatott nagyon-nagyon jól kezdett, ám de a 8-a döntőkben akkor úgy érzem, hogy akkor kijátszották magukat, ugye, és akkor csak a bronzig sikerült nekik menni. Én úgy érzem, hogy itt most fordul a kocka, tehát valószínű itt fognak jobba, tehát jobban... Tehát most érzik talán az olimpiának a súlyát, tehát most kell, hogy oda tegyék magukat. Ez benne van a válogatottban, talán most fognak koncentráltabban, odafigyeltebben játszani. Ugye Tibi is, hogy mondta, a spanyol válogatott ellen jó a mérleg, de most már ez tét mérkőzés. Tehát szerintem itten sokkal inkább, most látjuk majd az igazi szerb válogatottat. Igen, bízunk benne, hogy pozitív eredménnyel fog zárulni a szerb vízilabda pólósok mérkőzése, ugyanúgy, mint ahogy a magyarok a Montenegró ellen. Nem sokára kiderül, hogy hogyan is végződik ez az összecsapás, de tekintsünk kicsit előre, hogyha szabad nekünk most ilyet, hogyha a szerbek tovább jutnak, akkor egy olasz-görög párharc vár rájuk. Ez könnyű ellenfél, vagy pedig a másik ága nehezebb, Tibi? Olaszok mindig nagyon nehezek. Az olaszok is eléggé szeretnek színészkedni, húzni az időt. Ha egy kis előnyt szereznek maguknak, egy gólos előnyt, egy-két gólos előnyt, az nagyon nehéz ledolgozni, mert utána mindent bevetnek, hogy azt a pár gólos előnyt megtartsák. Könnyen lefél itt már nincs, tehát lehet, hogy mondjuk a horvátokra, arra futottunk volna rá, azok, ők rájuk lehet, hogy könnyebb lett volna valamennyivel,
de nem sokkal, úgyhogy én azt hiszem, hogy itt már mindegy, hogy kivel játszunk, tehát itt már túl sok jelentősége annak nincs. Igen, és természetesen nem csak vízilabdában van csapat sportja a Szerbiának képviselői, hanem kosárlabdában is, a hölgyek jelenleg is játszanak Ausztrália ellen, de itt vannak a férfiak, tőlük érmet várunk, világbajnoki ezüstérmesekről van szó. Árpi, hogyan látod, bejuthatnak-e ők a legjobb négy közé? Ugye hát ők Horvátországot kapták ellenfélnek. Hát ugye a horvátok egy nagyon hullámzó teljesítményt produkáltak eddig az olimpián. Ugye a biztos mérkőzéseket elveszítették, viszont ugye verték a nagyon kellemetlen spanyol válogatottat. És hát úgy érzem, hogy szerb válogatott meg tudja őket fogni, tehát ha csak hoznak, tehát ők is fognak egy jó napot, tehát hozzák azt, amit tudnak, és mentálisan is ott tudnak lenni a pályán, akkor szerintem tovább tudnak lépni. Ugye ez a szerb kosárlabda csapat is igen hullámzó teljesítményt mutatott itt a riói olimpián. Az Amerikai Egyesült Államok a Dream Team ellen mutattak először igazán jó játékot. Tibi, szerinted ezt át tudják-e vinni a következő periódusra? Mit tudhat a szövetségi kapitány, ugye ő is híres játékos volt? Át tudják szerintem vinni ugye a Dream Team elleni. Bár ne is nevezzük ezt a csapatot már Dream Teamnek, Egyesült Államok válogatottja, messze van már ez a Dream Teamtől, ugye. Utána viszont Kínát nagyon simán vert a szerb együttes. Úgy érzem, hogy a csapat formája felfelével, a centerek is és a bedobó játékosok is egyre inkább formába lendülnek. És hát a horvátokat szintén nagyon ismerik, jól ismerik, mert több szerb játékos épp néhány horváttal játszik egy klubban, tehát itt azért bizonyos csapattársi viszonyok is ugye vannak, baráti szálok is lehet, hogy összefűzik a játékosokat, de hatalmas lesz a rivalitás mindenképpen. A horvát irányítókat meg kell fogni, én úgy érzem is, akkor nem lesz probléma. Na de nem csak csapatsportágak vannak, hanem a mai kérdésünk is Ivana Spánovicra vonatkozott, akiről most már elmondhatjuk, hogy távolugrásban versenyez Rióban, hajnali 2-kor fog az előfutamokban, vagyis a selejtezőkben bizonyítani, döntőbe bizonyára biztos bejut. Árpi, milyen eredményre számítasz tőle, hozhat-e érmet Szerbiának? Hát, hogyha megnézzük a történelmét, akkor igen, tehát egyértelműen dobogóra várjuk. Hát most ugye meglátjuk, hogy milyen napot fog ki, mennyire lesz fölkészülve, főleg mentálisan, fizikálisan, tehát megvan neki a kvalitása. Hát szurkolunk neki, tehát reméljük, hogy sikerül neki legalább a döntőbe bejutni, és ott pedig érmet szerezni. Akkor kicsit térjünk vissza még a vízre, a nyílt vízre. A kajak-kenu folytatódik a következő napokban is. Tibi, szerinted a magyar csapatból kitől lehet még érmet várni? Lesz-e még arany? Kit tartasz még favoritnak? Ugye Storzboton nyilatkozta, hogy 5 érmet vár ettől a csapattól kajak-kenuban, és lehet, hogy több mint egy aranyat. Én elsősorban nőket, tehát Kozák Danut a K1-500-ba fog majd indulni. A férfi kajakosok és a kenusok már jó pár éve nem hozzák azt a teljesítményt, amit korábban. Nem nagyon szoktak érmeket szerezni VB-ken, LB-ken, illetve aranyakat nem, de ezüstöt, bronzot még úgy, ahogy. Én tőlük nem várok igazából sokat, aranyérmet nem várok, tehát Kozák Danuta szerintem még az egyetlen talán, és a női kajak 4-es, aki aranyat hozhat majd most még az olimpián. Akkor itt a kajak-kenuban nem csak magyarok, hanem szerbek is indulnak. Vársz-e szerb érmet itt a mezőnyben? Ugye itt is vannak nálunk jó sportolók Szerbiában. Ki az, aki meglepetést tud okozni, vagy pedig favoritnak számít? Én elsősorban Benedek Dalmátor várok érmet, ugye, aki 4 éve települt át Szerbiába, többszörös világ és Európa bajnok kajakozónő, aki ugye a legutóbbi 3 olimpiára világbajnokként nem vitte a Magyar Szövetség ki. Én úgy érzem, hogy ő K1-500-ba Kozák Danutával egy nagy csatát fog vívni, megnyerheti az olimpiát, valamint a szerb kajak 4-es, a moldován nővérek, valamint ugye Milica Starovic és Benedek Dalma szintén esélyesek az éremre, akár még az aranyéremre is. Most pedig akkor mondjuk el a nézőknek, hogy a műsor vége felé közeledve sajnos egy rossz hírről kell beszámolnunk, hogy ugyanis Montenegró büntetőkkel 4-2-re legyőzte Magyarországot, így bejutott a legjobb 4-be. De most még maradjunk kicsit a vízes sportoknál, ugye Janics Natasa is kisebb csalódást okozott itt magyar részről, ugyanis nem jutott be a döntőbe, de ma 9. lett, tegnap láttuk, hogy sírva nyilatkozott. Árpi, hogyan láttad futamát tegnap és ma? Igen, hát ő egyértelműen aranyérmet várt önmagától elsősorban, ugye. Na most, hogy mi történhetett vele, egy nagyon-nagyon jó rajtot vett, és szinte tehát végig nagyon jól csinálta, jól taktizált, mindent megcsinálta, tehát ahogy ő nyilatkozta, amit az edzőivel megbeszélt, és ugye szinte pár méter a cél előtt egyszerűen csak megállt a hajója. Lehet, hogy túl erősen kezdett, és azt az erőt kiadtott mindjárt az első 50 méteren, amit utána már az utolsó 50 méteren kellett volna, hogy hozzon, és én ennek tudnám be azt, hogy ő nem tudta a végét a futamnak jól befejezni. Ugye ez a 9. hely, ez is egy nagyon szép
eredmény, ugye mondták, ugye vigasztalták is őt, hogy ugye hát te mégiscsak olimpiai bajnok vagy, de hát azt mondja, hogy az a múlt, tehát őnek a jelenben kell élnie, és ezzel valahogy egyet is értek. Tehát ő most, amit elvárt magától, sajnos nem sikerült, de hát attól ez mi nem csalódás. Hát nem jöhet mindig minden össze, de bízunk benne, hogy a magyar és a szerb sportolók is nyernek még érmet a riói olimpián. Most pedig megmutatjuk még egyszer a nézőknek, hogy mit is lehetett nálunk nyerni. A riói nyári olimpia alatt nézze az ötkarikát és nyerjen minden nap bögrét, sapkát, vagy vigye haza heti nyereményeinket az Európetrol töltőállomás 31 liter üzemanyag vásárlására szóló utalványát. Nézze a műsort, kövesse Facebook oldalunkat és nyerjen az ötkarikával! Mai nyereményjátékunkban azt kérdeztük, hogy milyen sportágban indul Ivana Spanović a riói olimpián. Nos, a helyes válasz a B volt, tehát távolugrás, és megérkezett a győztesek névsora. Az ötkarikás sapkát ma Lipták József nyerte, az ötkarikás bögrét pedig Maron Dávid, nekik gratulálunk. Nyereményüket hétköznaponként reggel 8-tól délután 4-ig vehetik át személyesen a Pannon Marketingben. Nektek fiúk pedig akkor köszönöm, hogy befáradtatok a stúdióba, jó szurkolást, ugye a szerb pólósok mérkőzése most kezdődik műsorunk végével egy időben, várunk benneteket még a következő műsorokba is. Köszönöm a tévénézőknek is jó szurkolást kívánunk, holnap is lesz ötkarika, tartsanak akkor is velünk, további szép napot!